Az álhírekkel szemben a Hungary Helps program folytatja küldetését, ezt közölte a miniszterelnökség, miután a baloldali sajtó arról írt, hogy megszűnhet a program. A miniszterelnökség emlékeztetett rá, hogy a 2017 elején indult humanitárius segítségnyújtási keretprogram több mint 70 ezer válságrégióban élő embernek, köztük üldözött keresztényeknek segített. Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfon úgy fogalmazott, a járványügyi helyzet és a gazdaság újraindításának költségei miatt az idei programokra ugyan kevesebb pénz jut, de ez egy fontos ügy, ami komoly nemzetközi elismertséget szerzett Magyarországnak. A Hungary Helps program nem szűnik meg, az egy álhír valóban, az idei forrásai lényegesen szűkebbek, így is igyekszünk néhány humanitárius kötelezettségünknek eleget tenni, és akár központi döntéssel, központi kormányzati döntéssel erre a Hungary Helps keretében is sor kerülhet.